Jenei Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem élére kinevezett kancellár stúdiónk vendége, akit sok szeretettel köszöntök itt nálunk. Köszönöm a meghívást. Miért pályázott a kancellári posztra, milyen kihívásokat látott a feladatban? Amikor a pályázati kiírás feltételeit volt szerencsém elolvasni, valamikor november vége felé, és megnéztem a feladathoz kapcsolódó jogszabályi hátteret, nagyon gyorsan arra következtetésre jutottam, hogy ami kihívás itt vár egy kancellára, az az én szakmai területemhez kapcsolódik. Ebben a világban nagyon sok tapasztalatot volt már szerencsém gyűjteni. Ráadásul a pályázati lehetőség megragadásának volt egy személyes háttere is, hiszen én kaposvári vagyok, és nagyon sok évi budapesti munkavégzés után úgy éreztem, hogy egy kicsit haza is térhetek a dél régióba, és a kettő együtt igen nagy erő volt arra, hogy megpróbáljam megnyerni ezt a pályázati felhívást. Jelentkeztem, és úgy akarta a sors, hogy sikerült is elnyernem. Ezek szerint ez nem teljesen éles váltás az ön életében. Miben térnek el új feladatai eddigi munkájától? Talán egy kicsit abban van különbség, hogy más az a szakmai terület, ami az erőforrás gazdálkodást biztosítani kell, hiszen én dolgoztam rendőrségnél, bírósági intézményeknél, de a feladat alapja tartalma minden ugyanaz volt, a munka végzéshez szükséges feltételeket, a műszaki beruházási területtől a költséget és tervezésen át a humán erőforrás gazdálkodási biztosítanom kellett. Abban most egy kicsit sokszínűbb a kihívás, hogy klinikai központban egészségügyi ellátáshoz, felsőoktatási képzéshez kapcsolódó alapfeladatokhoz kell megteremteni a feltételrendszert. Ez egy kicsit bonyolultabb, de talán sokkal izgalmasabb is rövid idő telt el a kinevezése óta, mennyire sikerült ez idő alatt belelátni az egyetem működésébe, struktúrájába? Én január 10-től vagyok kinevezve, tehát nagyon kevés időt el. Nem láttam még minden területnek a részleteit, de nagyon sok időt, energiát próbálok arra fordítani, hogy minél több emberrel tudjak találkozni, minél több intézményben tudjak megszervezni egy látogatást. Részben azért, mert nagyon nagy szükségem van arra, hogy minél több információ álljon rendelkezésemre, és azért is, mert körbelengte egyfajta bizonytalanság, bizalmatlanság az egész kancellári intézményt, és úgy gondolom, hogy érdemes közvetíteni az elképzeléseimet. Eddig úgy tűnik, hogy a, a, fogadtatás kedvező, de persze ez csak egy esély arra, hogy jövőben nagyon sikeresen együtt tudjunk működni. És pontosan hogyan képzeli az egyetem dolgozóival való közös munkát? A kancellári területen dolgozóknak nagyon fontos feladata, a vállalása, küldetése lesz az, hogy az alapfeladatot ellátókkal napi együttműködésben létezzenek. Tudják megérezni, elfogadni, megtanulni azt, hogy mi kell az egészségügyi szolgáltatásnál, a felszoktatási képzésnél, mi kell a hallgatók számára, mi az, ami összességében az egyetem fejlődése számára lényeges, és ezt teremtsék meg, a szükséges feltételeket. Számomra nagyon tisztán elválik egymástól ennek köszönhetően is a megrendelő oldal ahol az alapfeladatokat látják el, és ez a szolgáltatói tevékenység, ami pedig a kancellária intézmény rendszerében testet. És hogy ennek a szerepnek jól meg tudunk felelni, akkor én biztos vagyok abban, hogy egy napi, kemény, nagyon határozott kommunikációnak köszönhetően az együttműködés sikere nem fog elmaradni. Hogyan látja, hogy a dolgozók is meg fognak tudni felelni ennek a feladatnak? Változó a benyomásom. Vannak olyanok, akik pillanatok alatt megértették ennek az üzenetnek a lényegét. Nagyon sok tehetséges, fiatal, középkorú kollégával volt szerencsém találkozni. Ez számomra nagyon biztató, hiszen lesz egy olyan bázis, amelyikre lehet építkezni. Bizonyára lesznek olyanok is, akiknek ez majd nem lesz tetszetős, vagy valamilyen oknál fogva az új modellben nem kívánnak részt venni. Nekik vagy tudunk ajánlani egy másik munkakört, vagy lehet, hogy el kell tőlük válni. Az ön életes sem szólhat kizárólag a munkáról. Van-e valami hobbija, mit csinál, amikor éppen nem kancellár? Számomra a legnagyobb pihenési lehetőség az a kertészkedés. Kaposvártól nem messze a zselítség szélén van egy kis birtokunk, ahol nagyon szívesen kijárok minden hétvégén, meg kell jelennem. Ilyenkor persze azért, hogy megetessem a madarakat, megnézem, hogy minden rendben van-e a ház körül. De amikor kijön a tavasz, onnantól később, őszig nagyon szívesen kertészkedem, és szeretek mindent saját magam elvégezni. Ez jó, mert csönd van köröttem, nyugalom van, ez egy tópartján lévő kis hétvégi ház, ilyenkor nagyon könnyen tudok felejteni. Hát akkor ez kellemes időtöltést, és további jó munkát kívánok, köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen.